Az Észak-Bánáti körzetben 2013-ban 109 személynél fedeztek fel emlőrákot, 106 esetben nőknél, 3 esetben pedig férfiaknál. Zentán 23 személynél diagnosztizálták a betegséget. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest ez a szám a körzet esetében 11 százalékos, Zenta pedig 30 százalékos növekedést jelent. A Tisza parti település is bekapcsolódott abba az országos programba, amelynek célja a szűrővizsgálatok fontosságának hangsúlyozása. Az egészségházban egyrészt a nőgyilászaton végzik, egyrészt részét a mamográfiai vagyis a rákszűrés vizsgálatoknak, de az egészségházban az általános orvos is részt vesz ebben, tehát közösen a nőgyilászati nővérek és az általános szolgálatban az orvos. A műszeres vizsgálatokat az Entai Közkórházban végzik. A szűrésnek egy része a mammográfiás vizsgálat, vagy pedig esetlegesen még ultrahang vizsgálat. És hát, hogyha találunk valamilyen elváltozást, akkor egy jó részét a Zentai Kórház sebészete is meg tudja oldani, tehát a következő lépcsőt is már tudjuk csinálni. Az emlőrák szűrésre irányuló program második ciklusa 2015. januárjában vette kezdetét, és két évig tart. Célja a betegség kialakulásának mielőbbi felismerése. Ugyanis az emlőrák azon daganatos megbetegedések közé tartozik, amelyek esetében a korai stádiumban komoly eredmények érhetőek el a gyógyítás terén. I pregledi koji treba da se rade jednom godišnje, to su ultrazvučni pregledi, a ono što žena može uraditi svakog meseca, to je samo pregled dojki koji treba raditi jednom mesečno, desetog do petnestog dana ciklusa. A szűrővizsgálatok fontosságát jelzi az is, hogy a statisztikai adatok szerint az északbánáti körzetben 2013-ban 45 személy el az emlőrák következtében. Ez a szám 13%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Zanta község területén 2013-ban 13 személy hunyt el emlőrákban, ami többszöröse az egy évvel korábbinak. 2012-ben ugyanis két személy esett a betegség áldozatául.